Jézus a béke istene, és aki Krisztushoz tartozik, hát az a béke útján kell, hogy járjon. Böjte Csaba tartott előadást a pécsieknek. Az erdélyi ferences szerzetes a békéről mesélt a közönségnek. A pandémia előtt már többször voltam itt, és mindig örömmel jöttem. Sok pécsi is meglátogatott bennünket az évek alatt. Aztán ugye elhavazott ez a koronavírus, és most örvendek, hogy újból itt lehetek, és találkozhatok. Hát ugye mindannyiunkat foglalkoztat ez az ukrán háború, és igazából a békéről szeretnék egy pár gondolatot elmondani, mert úgy érzem, hogy nem csak fegyverekkel lehet háborúzni, hanem sajnos sokan civakodnak, veszekednek, sokszor még saját magunkkal szembe is háborút folytatunk, úgyhogy jó lenne az áldott béke, mint nagy folyó, hát erre a világra borulna. Összetartozunk, hogy egyik kezemmel nem püfölöm a másikat, ugyanúgy nem szabadna egymás sem bántsuk. Tehát együtt tündérkerté tudjuk tenni ezt a világot, ha egymásnak feszülünk, akkor kőkövön nem marad biztos. Hát úgy gondolom, hogy a józanész is, de Isten parancsa is, meg hát a jó érzés is erre indít bennünket, hogy tiszteljük, becsüljük egymást. Én úgy gondolom, hogy ahogy a háborút megtervezik, mert ez, ami ott Ukrajnában folyik, itt is biztos, hosszú évek óta stratégák dolgoznak rajta, hogy hogy is legyen, mint is legyen. Ugyanúgy valahogy tudatosan kellene a békét, hát mondjam úgy, megálmodni, megtervezni, kivitelezni és megvalósítani. És tudjuk jó, ugye, hogy a kiegyezés után azért legyünk őszinték, Kárpát-medence ikonikus épületei, útjai, vasút, hídak, meg minden épült a békéből, nem? A kiengesztelődésből, a kiegyezésből. Tehát tudatosan kell erre törekedni. És adná az Isten, hogy tényleg merjünk ilyen zarándok útokat szervezni, merjünk felkeresni akár anyósunkat, vagy a szomszédot, vagy akivel éppen fasírba vagyunk. Csaba testvér számos történetet elmondott, melyek a szabadságról, az összetartozásról és a megbocsátásról szólnak. Véget ért a remete korszak, most már ugye egy zarándok időszak jön, jobban lehet jönni, menni. Szeretettel látjuk a pécsieket és a Csíksomlyói búcsún is, de Déván is, otthonainkban, Erdélyben járnak, keressenek fel. A szerzetes egyébként az Összefogás Pécsért Egyesület szervezésében érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. A szervezet ugyanis most ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Annak idején nem véletlenül választották ezt a nevet, mondta stábunknak Kővári János elnök. Annak idején is azért választottuk ezt a nevet, hogy összefogás, mert szeretnénk, hogyha az emberek között hidak jönnének létre, több generáción keresztül is, és persze mindenféle gondolkodású ember között. És hát úgy gondoltuk, hogy erre a legalkalmasabb a Böjte atya, akivel a 20 éves szülinapunkat meg tudjuk ünnepelni, hiszen ő tényleg ilyen ember, aki hidat épít gyakorlatilag mindannyiunk között, az ő derűjével és állandó optimizmusával. Bár az elmúlt két évtizedben több változáson is átesett az Egyesület, céljuk továbbra is a pécsiek, a civilek támogatása. Én azt hiszem, hogy volt értelme mindenképpen létrehozni, hiszen Pécset megjelent egy olyan közéleti, mondhatni szereplő, akik egyszerre vagyunk ott a közgyűlésben, kvázi a politika színpadán, és ugyanakkor pedig civil mozgalmakban, ügyekben. Talán föl lehet idézni a tubesi küzdelmet ugye annak idején, de ugyanígy az uránbányával kapcsolatos küzdelmet, és persze kisebb ügyekben is, mandulás, kemping és más ügyekben is igyekeztünk mindig a pécsiek mellett lenni. Független attól, hogy jobb baloldali vagy bármilyen nézetű az adott ember, és hát persze a közgyűlésben is, politikai szereplőként is. Persze ott már nehezebb, hogy mondjam, az összefogást megteremteni, ezt tapasztaltuk, hiszen ott versenytársai egymásnak a politikai erők, nagyon különböző világnézettel, világlátással, városról való gondolkodással, de azért mi igyekszünk legalább a párbeszéd lehetőségét mindig fenntartani. És hát nem csak a közgyűlésben, nem csak civil mozgalmakban, hanem ilyen előadásokon is. Korábban rendszeresen szerveztük a szabad egyetemi előadás sorozatunkat, amit szeretnénk is most folytatni. Ez ennek is egy kicsit az újrakezdése volt, ez a mai alkalom.
A Böjte Csabával készült beszélgetést hamarosan teljes egészében is láthatják a Pannon Televízió műsorán.